Jó reggelt mindenkinek! Rabasírásaiból olvassuk az első kötetből, mondják az oldalszámot. A különbség az egyéni munka és a tömegekkel való munka között. Kérdéseket tett föl a Kabbala TV-n keresztül, és a meghatározott kérdésekre, a releváns kérdésekre választ adunk. A lecke során nincsen angol fordítás, itt fogjuk lefordítani. Rabas első kötet, a különbség az általános tömegekkel való munkában és az egyéni munkában. Rav. Milyen nyitó szavakat mondjak? Ez a cikk, mondja Rav. Ennek az irányultsága azért, az irányultsága pontosan azokra az időkre utal, ami most keresztül megyünk, a Rosh Hashanah felé való haladtunkban a naptárom. Valaki tegnap kérdezte tőlem, hogy mi a jutalom nélküli munka? Mi a jutalom nélküli munka? És én azt mondtam, hogy te dolgozol valahol, és nem kapsz fizetést. Ez a jutalom nélkül munka. Akkor miért dolgozol? Mondja az ember. Ha te valóban a munkával foglalkozol, szereted a munkát magát, a feladatot, akkor ez olyan lesz, mint egy hobbi, és kevésbé érdekel a pénz, mert kitölti a vágyadat, a kapni akarásadat, örömmel tölti ki, akkor meg fogod tenni. És akkor ez munkának tekintető, vagy nem? Akkor ez inkább olyan lesz, mint egy hobbi, nem? Tehát az emberek, mondja a... akik sportolnak például. Vannak, akinek a munka nem is, vagy ez a sport nem is munka. Aztán vannak munkák, ahol aztán természetesen a fizetésért dolgozunk. De mindenféle jó feltételeket adnak nekünk a cégek, és ezek a jutalomnak a részei, amit a munkánk kapunk. Abba adják a fizetést, akkor én nem dolgozom tovább. Hát miért dolgoznék? A legtöbb ember így éli meg. Tehát én kapni akarás vagyok, kitöltésre vágyom. Csak a kitöltés pedig jutalom mellett lehetséges. Tehát akkor, ha ez nem működik, akkor majd egy másik fajta kitöltést keresek magamnak. Tehát mondjuk a főnök abbahagyta a fizetést, mert én felismertem, hogy egy nagyszerű emberek dolgozok, akkor ha abbahagyja a fizetést, vagy kevesebbet fizet, az csak azért, mert tőle kapom, óriási kitöltést ad, vagy az, hogy neki dolgozhatom, és akkor ez a jutalom. Tehát a dolognak a lényege, amit akarok mondani, mondja Rav, hogy mindig meg kell különböztetnünk, hogy mit jelent a jutalom nélküli munka. Valójában vannak olyan gépek, amelyekben nincs kapni akarás, azok képesek jutalom nélkül dolgozni, de egy hétköznapi ember tekintünk a hétköznapi fizetésével, és van valami egyéb dolog, ami neki kielégülést okoz, akkor ez valóban jutalom nélküli munkának tekinthető. Tehát a teremtővel való munkának óriási jelentősége van, tehát nekem valóban a teremtőért kell dolgoznom, nem azért, mert ő ad nekem valamit ezért cserébe, nem azért, mert egyfajta biztonságot ad nekem, vagy a hétköznapi edényeimben kielégülést, és azért értékes lehet az összes vágyamat felé fordítani, hát az is kitöltik, hanem sokkal inkább kapok is valamit annak érdekében, hogy túléljek, azonban összességében nem érdekel, hogy mit kapok a munkáért, hanem csak egy dologra fókuszálok, hogy a létezésem fenntartsam, és nem figyelek túlzottan, nem veszem figyelembe a saját létezésem ennél jobban. Az én valódi számításaim a teremtővel a munkában arra irányulnak, hogy neki dolgozhatom, nem arra, amit kapok tőle, hanem amit tudok adni neki, az ő érdekében. És ez az, amit úgy hívhatsz, hogy jutalom nélkül munka. Tehát először végig kell gondolnunk, hogy képesek vagyunk mi ez a fajta munkához közelebb kerülni,
És ez minden cselekedetünk mellett megvizsgálhatjuk. A teremtőhöz való hozzáállásunk így működik, és a kérdés az, hogy hogyan fog ez megváltozni, aznak függvényében, hogy mire vágyunk, mennyire tudjuk magunkat valóban a teremtő felé fordítani, hiszen ő a világnak az ura, és ha állandóan azt kutatom, hogy mit kapok tőle, valószínűleg a maga fizetség úgyis állandóan változik, és abban a pillanatban, amikor eljutok oda, hogy a szükségleteimen túl nem akarok tőle semmit kapni, nem is gondolok erre, akkor bizony hatalmas feltárulást ad nekem a teremtő. Tehát nekünk el kell jutnunk oda, hogy valóban mit, értsük, hogy mi történik köztünk, milyen fajta munkát kell egymás között végeznünk, mi történik valójában köztünk, és ez nagyon fontos. Különben nem tudjuk letisztázni, hogy mit akarunk kérni a teremtőtől, tehát nyilvánvalóan ezt hozzá kell adni a mindenséggel való kapcsolatunkhoz. Akkor kezdjük el a cikket. Rabas. Rabas írása, első kötet, mondják az oldalszámot a Héber könyve, a munka a tömegek kérés az egyéné. Írva van a Szent Zohárban, hogy gyere és láss, az ember, aki megszületik, nincsen semmilyen ereje az önmaga fölé való fókuszálásra. Ezért csak a ruach tudja fölébreszteni, a ruach fény, ami a nefes fénye fölött áll, az élet fénye fölött áll. És amikor valaki a tórával foglalatoskodik, csak akkor lehet teljes ember mindenben, mivel ezáltal elnyeri a haja fényének a megszerzését. Azonban a bestia, aminek született, mihelyt megszületik, megkapja az erőt, amelyet egészen a haláláig birtokolni fog. Tehát azzal az erővel születik bármilyen vadállat, amivel meg is hal. Emiatt írva van, hogy egy ökör vagy egy kecske, ha megszületik, ezzel az erővel születik. Meg kell, hogy értsük ezért a bestia és az ember közötti különbséget. Mit tanít ez nekünk a munkában? Mindeneket meg kell, hogy értsük az embernek az állapotát a bestiával szemben a munkában. Mi az ember? A bölcseink mondják, ami írva van, hogy a végén mindenki meg fogja hallani a mondatot, hogy féld az Istent és tartsd meg a parancsolatait, akkor válsz teljes emberi. Miért, mit jelent az ember teljessége? Rabbi Elazar mondja, hogy a teremtő szerint az egész világ az kizárólag ezért lett megteremtve. Hogy az ember megszülessen benne. Azaz, az egész világ kizárólag az Isten félelmére lett megteremtve. Ezért van mondva, hogy az ember szentségének teljessége ez, ami arra irányul, hogy megszülessen az ember, aki félni tudja az Istent. Azonban az, akiben nincsen Istennek félelme, azt nem hívhatjuk embernek, csak állatnak. Mivel ezzel megérthetjük azt, ami mondva van, hogy Rabbi Simon bar Yochai szerint, aki azt mondta, hogy ti az én nyájaim vagytok, benneteket, akiket embereknek hívlak, azért hívlak benneteket embernek, mert az bárványvádokat nem hívom embernek, és ezt úgy is el lehet magyarázni, hogy ez a mondás arra is irányul, hogy az ember az, aki féli a mennyeket, és bár az ítélet szerint ez bizonyos szempontból lényegtelen, hogy az ember kizárólag a bestiális szintből fejlődhet ki, mégis az irányultság, a munkával kapcsolatos aggodalom, az így kell, hogy megszülessen egyetlen emberben, hogy az ember állandóan dönt, hogy Izraelhez vagy a világ nemzetéhez tartozik, hiszen minden ember egy kis világ, ezért a gyakorlati parancsolat tekintetében, amelyet feltárt résznek nevezünk az ember számára, mindent önmagában fogunk megtanulni, azaz egy Izrael külön létezik az emberben, és a nemzetek is külön léteznek, és a szabály pedig az, hogy a bárványimádás az az irányultságban található meg, az az írva van,
hogy a tisztátalanság az emberben valóban ezzel a szándékával együtt fog meghalni, amit maga felé irányít, ezért gyakorlatilag a szentség sátorába nem tud belépni az, akinek az önzése önmagára irányul, ezért aki a mennyekben az Isten félelmet keresi, azt hívjuk embernek, a besteérik nem jut el ide. Meg kell, hogy értsük, hogy mi a mértéke a mennyektől való, a mennyek félelmének. Itt sok részlet van, amit meg kell, hogy értsünk. A Zohar írja, a félelem az háromféle módon magyarázható, az első kettő az nem a helyes út, a harmadik az a valódi gyökere a félelemnek, az az ember, aki féli a teremtőt, hogy a gyermekei ne halljanak meg, és ő se halljon meg, vagy fél a fizikai szenvedésektől, ezért állandóan féli az Isten, ez nem helyes félelem, és ezért ki fog derülni, hogy az, aki így fél a teremtőtől, annak a gyökere az önzés, és és ebből származik, az önzésből származik a félelem, ezért az ember, aki féli így a teremtőjét, az fél ebben a világban való büntetéstől, és vannak, akik a pokoltól félnek. Aki a pokoltól fél, az a következő világban való büntetéstől fél. Tehát aki ebben a világban és a következő világban való büntetéstől is fél, még mindig nem találta meg az Isten félelmének a valódi gyökerét, vagy a félelmet, amelynek a gyökere valóban arra irányul, hogy féli a mesterét, mert ő hatalmas és mindenek felett uralkodó. Ez mondja, kötelez bennünket, hogy elérjük ezt az állapotot, ahol valóban érezzük a legnagyobb uralkodó erőt. Ez a különbségnek a lényege. Az állati szint és az emberi szint között, ugye egy vallásos ember között, meg egy kabbalista között. A fenti szavaknak megfelelően, amit a Szent Zohár ír, az Istennek a félelme az kizárólag arra irányul, mert hogy a teremtőt megismerve látjuk, hogy mindent ő ural a világban, és ezt kell összehasonlítanunk a legfontosabb parancsolatokkal, mivel ez tekinthető a jutalom nélküli munkának, aki így foglalkozik a parancsolatokkal, aki nem a saját előnyéért dolgozik, hanem jutalomra vágyik, és nem válik jutalomra a munkájáért, hanem a munkát önmagában tekinti jutalomnak, mivel egy hatalmas privilégium, igen, hatalmas privilégium, hogy az ember megkapta a vágyaiban és a gondolataiban azt, hogy szolgálhatja ezekkel a királyt, amely valóban egy fentről kapott ajándék és egy óriási szerencse az ember életében, és ebből következik, hogy az embernek, aki emberré válik, az csak az lehetséges, aki valóban minden cselekedetével ezen az úton halad, azzal a szándékkal, hogy a teremtőt szolgálja, de önmagát. Azonban, hogyha az embernek nincs meg ez a szándéka, hanem kizárólag csak az üres cselekedetei, bár ez egy nagyszerű dolognak tekinthető, azonban a szándék nélküli cselekedetet végrehajtó lényt állatnak tekintjük, és nem embernek. Tehát a lélek bölcsesség nélkül használhatatlan, tehát a tudás az a szándékot jelenti bizonyos szinteken felül, ezért a teremtő adja ennek az ismeretnek az erejét az embernek. Ez kicsit zavaró. Az igazságnak az útja valóban az értelem felett vezetne. Akkor hogy miért imádkozunk azért, hogy a teremtő megadja a tudást nekünk? Bálhaszulám elmagyarázza, hogy a szentségnek a tudása, amit Dvekutnak nevezünk, összetapadásnak, formaegyezésnek a teremtővel, ennek megfelelően kell elmagyaráznunk, hogy tudás nélkül, azaz a lélekről beszélünk tudás nélkül, és akkor a bestiáról van szó. Azonban, ha valaki kiérdemli a Tórát és a parancsolatot megfelelő módon, hogy képes legyen ezáltal az adakozásra irányulni, ezt a formaegyezésre törekszik a teremtővel, tehát már nem tekinthető bestiának. Tehát minden cselekedet, amit a bestia hajt végre, a szándék nélküli, az kizárólag önmagára irányul, és ezért őt nevezzük bestiának. Ő pedig nem
tartozik az emberek közé, hanem a bárványvádok közé tartozik. És most már el kell magyaráznunk azt, amit megkérdeztünk, hogy mi a különbség egy bestia és az ember születése között a mi olvasatunkban. A Szent Zohár egy bizonyítékot ad erre, és azt mondja, a bestia, amikor megszületik, az a halálának utolsó órájában ugyanaz az erőt birtokolja, mint a születése első percében, és írva van, hogy egy ökör, vagy egy kecske ilyen erővel születik rajta. Tehát magától értetődő módon, de ez nem ugyanaz az erő, de mégis az erő állandóan létezik, és az állat eléri ennek a cselekedetnek az erejeképpen újra és újra a tettei alapján azt az erőt. Tehát mindez a természettől kap. Ez a bestiának a szintje. Vannak emberek, akik mindig ugyanazon a szinten léteznek. Nekik nincs szükségük arra, hogy a teremtőt a teremtőt szólítsák meg egy kiegészítő erőért, amit egyébként nem fognak megkapni. De mik ezek ez a kiegészítő erő, amire az embernek szüksége van, hogy Ádámmá váljon? Az adakozás erejére van szüksége, mert a megszerzés ereje az mindig létezni fog, de fölé kell kerülni. Horelevi olvas tovább. Egy egynapos ökröt már ökörnek tekintünk, és nem kell azt mondanunk, hogy a borjú, aki megszületik, az nem birtokol mindent, amit a tején fog birtokolni. Tehát ez a különbség az ember és a bestia között mindenek előtt, amikor mi a munkáról beszélünk, akkor tudnunk-e, mit jelent a születés, azaz a szabálynak megfelelően, amit a bestia és az ember közötti megkülönböztetésről tanulunk, ez mindig ugyanarra a testre vonatkozik, mivel az ember valóban mind a 70 nemzetet tartalmazza magában, ezért bele van foglaltatva minden, ami létezik a világban, mivel, ahogy a Szent Zohár mondja, az ember valóban egy egész világ, és azért tudnunk kell, hogy mit jelent a születés az ilyen ember szempontjából. Ismert, hogy a legfontosabb dolog, amiről szó van az emberrel kapcsolatosan, az az értelem és a szív kapcsolata, azaz mi a gondolatot az értelemnek tulajdonítjuk, a vágyat pedig, és az érzelmeket a szívnek. Ezért, amikor a szívről és az agyról beszélünk, a bestia tekintetében, akkor ez úgy tekintető, hogy a bestia mindig azonos állapottal születik és hal meg, azonban az értelem és a szív, a gondolatok és a vágyak az emberekre akarjuk vonatkoztatni, Ádámra, akkor az akkor nevezhetjük születésnek, amikor ez az állapot, az ember állapota megszületik a bestiában. Így különböztetjük meg a bestiát és az állatot. Külsőleg mi azt látjuk a fizikai világban, hogy nincs nagy különbség a bestia és az ember között, hiszen úgy néz ki, mintha a bestiális ember fejlődne a születése után. Mégis a legfontosabb különbség, ami a bestiális ember és a Ádámi ember között van, hogy valóban, hogy az egyik ember ugyanazzal az erőt fogja birtokolni az első percétől a halála utolsó percéig, míg az igazi ember ezt állandóan változtatja, és ezért, hogy mindenkinek bestiának kell születni, pontosan azért, hogy meglegyenek az alapjai az embernek, hogy amire ráépíti Ádámnak a struktúráját, amire ráépíteti a saját igazi emberi életét. És akkor mondva van, hogy aki bestiának születik, ez az alapja annak, amire a Tórában és a parancsolatban végzett munkát építheti a bestia fölött, azaz cselekedeteket szándék nélkül kezd először végrehajtani, és aztán pedig az egész életét így éli le, ha egy állatról beszél. Ez az a út, ahogy a teremtő útján való ember is elkezdi a munkáját, és ilyen módon minden erőt, amit befektet a Tórába, csak parancsolatokba, részleteiben vagy egészében, azt így kell figyelembe vennünk, és az irányultságot, hogy miért teszi az embert, miért tartja meg a teremtő parancsolatait, az ember, aki bestiának születik, az általában azzal érve, hogy bizonyíték kellenek arra, Izrael tömegei is így élik ezt meg, hogy mik az alapjai ennek a fajta munkának, amivel az ember létezik, és akkor látnunk kell, hogy a legtöbb ember a bestia útján halad,
magad, mert ha megtartanák a Tórát és a parancsolatokat, és ezt úgy vonnák magukra, hogy mindezzel az állat fölélmeik magukat, akkor mindenki elkezdené érezni magát, hogy mindenki teljes, nem látna önmagában hiányt, és nem látná a korrekciónak a szükségességét. Ez viszont világosan rámutat arra, amire a bölcseink mondanak, hogy gyere és lásd, hogy az emberek mit cselekszenek, mert hogyha szándék nélkül cselekszenek az emberek, akkor az általános ember tömegek soha nem fogják felismerni a valódi mozgatórugóját a mindenségnek, mert az, aki a bestiának születik, az általános emberiséghez tartozik, és az általános tömegeknek a megnyilvánulásait kell követnie. Maimonides írja, amikor ő magyarázza a bölcseink szavait, hogy az embernek miért kell a Tórával és a parancsolatokkal lolismában foglalkoskodnia, azért, mert lolismából kell eljutni a lismáig. Ezért, amikor a kicsiket, a nőket és a oktalan embereket tanítjuk, akkor csak félelembe fognak ők tanulni, a jutalom hiányától való félelem miatt, és mikor ők elég tudást, bölcsességet gyűjtöttek össze, akkor lehet nekik a titkot feltárni lépésre lépésre, hogy a lelkük békében érkezzenek el oda, hogy képesek legyenek a teremtőt szeretettel szolgálni. Ez azt jelenti, hogy igaz, hogy azok, akik az általános tömegek útján akarnak haladni, azok az általános tömegek bizonyítékait tekintik a teremtő létezésére alapjául. Ezért a bestiának az ereje az nem változik egész élete során. Magyarul már a kis borjút is tehénnek tekinthetjük. Nem lesz több tudása a szentségről, a borjúnak, mint a tehénnek. Ez pontosan ez a tudás összetett meg. Azonban, amikor valaki az igazság útján kezd haladni, és nem a bestia útján, akkor meg kell értenünk Maimonides szavait, amíg az ember nem gyűjt össze elég tudást, amelyet már bölcsesnek nevezhetünk, nem tud rálépni az igazság útjára. Mert ez veti fel a kérdés, hogy honnan tudhatjuk, hogy elég tudást tudja, hogy gyűjtötte össze valaki arra, hogy meg a bölcsesség útján lépessen. Mi a mérték a tudásnak, amely soknak tekinthető, és mi a mértéke a bölcsességnek, amelytől kezdve azt mondhatjuk, hogy valóban az ember a teremtő feltárásnak az útján halad lismában, amikor nem a jutalom megszerzés érdekében dolgozik. Ez, amiről mondva van, hogy az ember megszületik, ez azt jelenti, hogy az értelme és a szíve alapján emberi képes majd válni. Az ember pedig azt jelenti, hogy az ilyen ember a teremtő félelmének az útját fog haladni. Azaz, az összes munkája, amit végez, azt a teremtőért fogja végezni az adakozás érdekében, és nem a saját előnyei érdekében. Tehát ilyen módon nem lesz érzékelésben a többiekhez képest, és csak is az adakozásra neki lehet dolgozni. Annak ellenére, hogy nem nyerte még el az igazi ember születését önmagán belül, azonban azáltal, hogy ki akarja építeni magában a teremtővel való kapcsolatot, kiépíti azt is, amit embernek hívnak önmagán belül, és a kezdettől fogva ezt hívjuk az belső ember születésének, és ez az idő, amikor az ember valóban igaz emberré akar válni, mivel igazi belső szívvel és értelemmel születik, és erre mondjuk azt, hogy amíg össze nem gyűjt valaki annyi tudás, hogy bölcsességé válhasson, azaz, amikor a szívben és a lélekben megjelenik az a tudás,
ami elég erőt ad arra, hogy kilépjen a bestiális állapotból, az alolismából, és ahogy írva van, a tudás nélkül a lélek üres, tehát így kell a lismának a lényegét elnyerni, hogy a teremtőért cselekszik, tehát neki a Tórát és a parancsolatokat így kell tanulmányoznia, mivel csak a saját előnyeire indul, és ez a megkülönböztetés az emberen belül. És majd mondja, hogy a szavainak megfelelően lesz, csak egy bizonyos tudás összegyűjtése után fogja megérteni. És ezért a különbség, aközött, aki bestiának születik, és ugye az, hogy a születése elejétől kezdve azonnal megkezdődik annak az erőnek az összegyűjtése, hogy kilépett a bestiális állapotból. Viszont, hogyha nem kezdi el a munkát, akkor az mégiscsak állat marad egész végig. Ezért a munkának az alapja, mint bestia, az nyilván mindig arra irányul, hogy a saját maga előnyét keresse a teremtővel való munkában, és ez az önszeretetből való kilépés lehetetlenségét jelenti. Az az ember nem ér el semmilyen kiegészítő tudást ezáltal. Bár külsőleg látszólag növekszik, ahogy a születés után egy csecsemő is növekszik, hosszban, magasságban, súlyban, stb. Azonban a bestia nem tud belsőleg növekedni, a bestiális tulajdonságok örökre megmaradnak. Az intellektus szempontjából nincs különbség a születésnapja és a jó néhány évvel későbbi állapot között, mert a bestia mindig ugyanazzal az intellektussal marad, ugyanez alkalmazható Ádámra is az elején, a munka elején. A belső struktúrája ennek a munkának, az kizárólag a bestiának az állapotára irányul, ami logisma. És itt meg kell értenünk, hogy mit jelent a belsőben való különbség. És külsőleg, bár látszólag az ember ugyanúgy növekszik, mint a bestia, az az idővel az ember a Tóra és a parancsolatok segítségével összetesz bizonyos fajta tudást, de mégis ugyanazon az intellektuális szinten marad, és nem fog megváltozni semmi, mert nem megy át változásokon egészen a haláláig. Ez az, amiről Szent Zohár beszél, az ember, aki vadszavárnak születik, az soha nem tud önmagán túllépni, hogyha ehhez nem kap segítséget felülről. Azonban, amikor valaki megkapja nefes fényét, amikor elnyerheti majd azon keresztül a hajafénynek a megszerzését, azaz mind a négy szintet elnyeri a fényből, amely a négy világának a megértését jelenti a lelken belül, és ezért ki fog derülni, hogy akkor az ember az általános tömegek fejlődésén túlemelkedik a lolismán, amely a bestia tudása, amikor önmagáért dolgozik, de ez még nem tekintető lismában való munkának, amikor a teremtő dolgozik, mivel az ember, aki Ádámmá válik, ugyanúgy bestiának szülik, már máskülönben nem érthetné meg a különbséget önmaga és a teremtő között, ezért először a lolismán állapotán kell keresztül mennie, és a fejlődésen megfelelően azt elmagyarázhatjuk, amit a bölcseink mondanak, hogy az embernek mindig a Tórát és a parancsolatot a szívében kell tanulni az embernek. Rasmi pedig ezt úgy magyarázza, hogy kizárólag a Misnát tudja addig az ember megtanulni, amíg nem lép át egy bizonyos szinten a tudása, ugyanis addig nem fog megtörténni, hogy megértse a parancsolatokat, mert a vágyai azok meglehetősen statikusak maradnak, és ez azért van így, mert az ember bestiának született, az a szíves az értelme, az általános tömegeknek a szívét és az értelmet fogja követni, a lógus állapotát, amikor önmagáért dolgozik, és nem fogja tudni megérteni, hogy neki az adakozás érdekében Isten munkáját kell végezni. Rasmi magyarázza, hogy tehát egész addig nem fog megtörténni, amíg az embernek a szíve irányultsága nem változik meg, ezért nagyon sok kifogás merül fel az emberben, hogy miért nem tud előreadni, mint ember, amíg meg nem jelenik a teremtő, az Isten félelem az emberben. Ezért mondja Maimonides, hogy én végrehajtom a Tóra parancsolatait, hogy megkapjam az áldását, ami bele van írva, vagy hogy elnyerjen valóban ennek a világnak az erejét, és nem szolgálom ezen a módon a teremtőt,
Úgyhogy a nem oktatott emberek, a nők és a gyermekek valóban, akik félelemből dolgoznak, egész addig, amíg össze nem gyűjtenek elegendő tudást, hogy szeretettel szolgálják az Istent. A legfontosabb dolog pedig, amíg össze nem gyűjtenek megfelelő tudást. Ez azt jelenti, hogy az ember úgy hogy születhet embernek, akkor, amikor kilép a szívéből és az értelméből abba az állapotba, amikor valóban az igazi munkát a Teremtőre akarja végezni, az az adakozás érdekében, ahogy azt Maimonides leírta, hogy neked a Teremtőt kell szolgálnod, és kizárólag az adakozás útján, ami a Teremtő munkájához hasonlóvá tesz téged, azaz az igazságot azért kapja meg az ember, mert ő maga is igazzá válik. Az igazságot pedig lismának nevezzük, amikor a Teremtő érdekében dolgozunk, és nem a saját előnyeinkért. És erről az igazságról mondják, hogy az általános tömegeknek nem jelenik meg. Egész addig, amíg az értelemben nem jelenik meg egy erő, ahogy ezt Rasbi elmagyarázza, amíg meg nem jelenik a szívében az a vágy, hogy a Teremtőt akarja szolgálni. És amikor az ember bastiának születik, embernek születik, kijavított a Heimrat, ő olvas most, tehát amíg a gondolataiban igazán meg nem jelenik az emberi vállás, a vágya, ami akkor kezdheti el megérteni, hogy mit jelent az igazság útján való haladás, még akkor is, hogyha nem tud automatikusan ez az úton haladni, azaz az embernek csak el kell kezdeni ezt a munkát, és meg kell érteni, hogy el kell jutni a kezdőponthoz, azaz meg kell tennie mindent az adakozás érdekében, amit csak tud. De magát az adakozás erejét a Teremtő fogja megadni, hiszen ezzel a tulajdonsággal nem születik meg az ember, hogy a Szent Zavár mondja. Az ember, aki megszületik ugyanis, az egész addig, amíg ez a fajta belső körülmetélés a saját egónak a leválasztása nem történik meg, addig nem tud az adakozás útján haladni, hanem azzal az erővel él, amivel megszületett. És akkor az ember mindig azt fogja látni, hogy ellentétes értékeket kell követnie. Azaz minden erőfeszítés, amit megtesz, az valójában nem vezet semmi előadásra, mert mindig azt fogja látni, hogy mintha hátrafele menne. És ez a munkának a sorrendje, amikor az ember elrejtésben dolgozik, és ezt egész addig kell folytatnia, amíg el nem nyeri ezt a fajta körülmetélést, a saját egójából van leválasztottságot a fény által, és akkor átmegy a négy fényszinten, a Hayan, Neshama, Ruha és a Nefes szintjének a megszerzésén, és ez a teljes különbség a tömegek útja és az egyén útja között, ahogy a fizikai világban látszik az ember és az állat közötti átmenet, ugyanígy a tömegek és az egyén fejlődése között is látszik az átmenet. Kérdések. Yes. Mit jelent az, hogy a Teremtőt szolgálni, mert ő nagy és mindent uraló? Rav. Ez I have such a force. Azt jelenti, hogy nekem van egy erőm, hogy meg egy vágyam, hogy én valóban meg szeretném tenni, de nem tudom, vagy tudom, dolgozom is a Teremtőért, de azért dolgozom, mert ő fontos az én szememben, és nagyszerű. Ő uralja a teljes valóságot, azaz semmi nincs rajta kívül. Én hozzá akarok tartozni, én valamilyen módon tenni szeretnék, azért, hogy az erőt érezhessem a mindenségben, hogy ez engem felemel, ez a felemelő koncepció megragadjon engem, de nyilván azért, mert ő mindent uraló. Az ember felfedezi, hogy csak ez az erő létezik a világban. Oké, na de még mindig is sok helyes szándékom, nem? Lehetséges, mondjam, hogy az a helyes szándék nélkül van még, hogyha te nem adsz el semmit hozzá, akkor
akkor ez a vakitté válhat, mondja Hanoknak. Tehát az ilyen ember hozzá tartozik valami, ez ami nagyszerű. Tehát azoknak, akiknek megvan a belső sürgetés, hogy megismerjék a teremtőt, ők kerülnek közelebb az Istenhez. És ők fedezik fel a teremtőt önmagukon belül, és ők látják meg, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget, és ez a belső harcon keresztül jutnak el oda, hogy a saját egoista vágyaiból kilépjenek, és mennyire felismerik azt, hogy az ego mennyivel ellentétes a teremtővel. Tehát nyilvánvalóan egyszer az ego, másra a teremtő, egyszer az ego, másra a teremtő. Ez harcol az emberben, ez a fáraó harca a teremtővel. Tehát a különbség az az, hogy mennyire vagyunk mi képesek ebbe az állapotban integrálódni, a bestia vagy az ember, bestia vagy az ember. A bestia azt jelenti, hogy mindenféle cselekedet hajtunk végre, azon a módon, hogy az emberek gondolják, hogy a parancsolatot követik. Tehát vannak emberek, akik érzik a teljességet ilyen módon, és viszonylag egyszerűtnek el be az állapotba. Tehát én egy nagyszerű csoporthoz tartozom, így kezdik el ezt a munkát, én is azt fogom követni, amit a kabbalisták követnek. És a többségnek a véleménye ezt a fajta életformát követőnek a véleménye fontos a számomra, hogy így fogjuk az ünnepeket és év dolgokat követni, de vannak már emberek, akiket ez nem érdekel. Mert a dolog arra kell, hogy irányuljon, hogy megértsük egy személyes módon, hogy ki kötelez engem arra, hogy emberré váljak. Ezt az erőt kell keresnem, mert a felső erőnek az elérése az annak a feltételnek megfelelően történhet, amennyire hasonlátok van a teremtőhöz. Ez a jelentése Ádámnak, a dome hasonlósági szóból. Ez Ádámnak a munkája, amely állandóan változik bennünk, amikor valóban az egóért végzett munka soha nem fog megváltozni. Akármi történik, nekem azt az irányságot követtem, hogy csak magamra irányulok. Azonban, hogy ennél magasabb szintű vágy is megjelenik bennem, akkor ez erőket kell fejlesztenem. Ezért van az, hogy a bestia nem jut előre egy millimétert, csak Ádám, a belső ember, aki azt akar, hogy a fejlődése az különböző módokon való előrejutása, különböző történésen való előrejutása is a teremtőre irányul. Tehát azt, hogy az ember egy vágyal születik, ami valóban a szívében és a lelkében van, itt kell emberi válnia. Tehát nyilvánvalóan ezért az embernek az adakozásért kell dolgoznia, azonban rá fog jönni, hogy nincs ilyen erő, amivel ezt elérhetné. Mondja srác, tehát hogy jut el az adakozásra szükséges erő az emberhez? Így van, tehát még nem értük el, de nyilvánvalóan az ilyen ember már irányul erre. Oké, de azok újra kapnak rá, van, nem? Hiszen minden, ami jön, a kapnakarásból származik, magyarabb. Az ember ezzel születik. A kapnakarásra születik, a kapnakarás az mindig az adakozás érdekében akar majd munkát végezni. Oké, de a kapnakarás az a bestia. Ebből a bestiális állapotból lehet felnőni az emberig. Oké, de hogyan értetjük meg, hogy a kapnakarás hogy fejleszt az embert? A kapni akarás, mondja arra, az valóban egy belső sürgetést ad, hogy önmagáért tegyen valamit, majd egyszer csak kap egy befolyást a teremtőtől, hogy önmaga fölé próbálja meg emelkedni, hogy megértse a saját létezésének a célját. Ebben rejlik az egész különbség. Mit jelent az, hogy a végén az embernek meg kell várni, amíg leválasztódik a saját egójáról, ugye ez a körülmetésnek a valódi lényege. Ennek úgy látni kell, hogy pontosan, tehát a körülmetélés, mondja, az azt jelenti, hogy azok a vágyak, amelyek használhatóak az adakozás érdekében, leválasztódnak az emberi lélekről, ennek az emléke a körülmetélés, és akkor valóban ezek használhatatlanná válnak,
Még azok a legnagyobb vágyak is, mégsem használja az ember. Oké, tehát akkor nekünk mindig úgy kell erről adnunk, ahogy itt írva van, hogy amintha nem előre adnánk, hanem néha többet mennénk hátra, mint előre. Rav, sok helyen le van írva, hogy az embernek előtt kell szereznie az előadásod, de ha nincs megfelelő kapcsolat a többiekkel, akkor nem tud előreadni, akkor valóban előre-hátra lépegetés az egész. Itt magáról a körülmetésre azt mondja, hogy az ember, aki magára kell elnyerni ezt a fajta körülmetést. Na de hogyan tudja az ember saját magát körülmetélni? Kérdez a srác. Olyan fajta erőt kap felülről, mondja Rab, amely ezt a cselekedetet benned megrendezi. Nyilván nekem egy döntést kell hoznod a cselekedettel kapcsolatosan. Ez a legfontosabb, hogy én valóban ezt le akarom választani magamról. Mit jelent ez, hogy az összes vágyam, amivel nem tudok együtt dolgozni az adakozás érdekében, azt gyakorlatilag kívülre helyezem a munkaterületen. Lehet, hogy ezek a legszebb és legnagyobb vágyak. Nekem ezt úgy kell tekintenem, hogy a használatlan por, mert nem tudok adakozni ezeken a vágyakon keresztül. Tehát itt Ádámról beszélünk most, annak vannak ilyen vágyai. Én nem tudom, hogy arra még egyszer. Én megválaszoltam, de lehet, hogy neked úgy tűnik, hogy nem kaptál, akkor kérdez másképp. Én szeretném látni az átmenetet, mondja a srác. A bestiától az ember felé. Tehát néha valóban megértem, hogy a különbség, néha pedig nem. A bestia az az, hogy pont úgy viselkedsz mindenki más, ugyanazokat a vágyakat követed, és nem, igazából nem fejlődsz semmit. Hanem amivel megszülettél, azt fogod kibontakoztatni. A teremtőt egyáltalán kezdett keresni az életedben. Hanem megelégszel azzal, amivel a többi ember, azzal a belső törekvéssel. A bestiának a lényege, mondjam, és a gondolkodása, az egy ilyen nyájszellem, amikor a környezetet kap új értékeket, és azt próbálja követni, és kész. Ádám, mondjam, az a lény, aki elkezdi érezni, hogy nem lehet szemben a többiek, több akarsz lenni, nem csak, hogy más, mint a többiek, több akarsz, tehát egy olyan fajta belső sürgetést érzel, hogy tovább lép, de nem tudsz tenni egy elején semmit ezért mi a karakter az ilyen vágynak, amikor valaki valóban meg akarja érteni, hogy mi az életének az értelme, mi az az erő, amelyik mozgatja őt az életén belül, és akkor ezáltal mondja, hogy képes lesz megkülönböztetni önmagát a bestiától, mert a bestiának nincs ilyen kérdése. Ha valakinek megjelenik ez a kérdés, ott kezdődik az emberi létezés. Hát miért teszi fel az ember a kérdést, hogy hol van az a pont, az ember megszületik az állatban, amikor fölteszi a kérdést, hogy mi az életem értelme. Oké, de mit jelent a csoportban a személyes munka? Tehát nyilván... Tehát akkor önmagamat... A szívükbe akarom helyezni, tehát, de lehet, hogy valami más utat találok, mint a többiek. Rak. Neked a tízes körben kell leraknod a szívedet, de nem kell eltenned az értelmedet, hogy mit miért csinálsz, különben az egész nem ér semmit. Tehát nyilvánvalóan ezt nem is tehetem meg alig, hogy megsérts az egódat. Mert neked nyilvánvalóan nem szabad megelégedned abban, hogy egy emberek tömegbe tartozol, akik ugyanazt az irányt követik, ugyanazt a véleményt követik, biztosak abban, hogy ezt teszik, stb. Mert ezzel nem lehet elérni a felső szintet, ezzel a hozzáállással, hanem gyakorlatilag azzal megelégszel, hogy vannak emberek olyan szinten, mint te. Az ember, Ádám azt jelenti, hogy valaki nem talál a saját szintjén semmilyen embert, hanem akkor ő el akarja érni a gyökerét a saját létezésének, ami a felső erő, és akkor eljut az ember a csoporthoz, ami egy eszköz a felső erő elérésére. Tehát az embernek gyakorlatilag nem az egyik vágyból a másikba kell egyszerűen csak átmennie,
itt a csoport csak egy eszköz kell, hogy legyen, amivel ha helyesen dolgozik valaki, azaz integrálódik ezekbe a lépésekbe, akkor megtalálhatja az ember ezen keresztül azt, hogy erőt, amelyen lenullázhatja magát az adakozás érdekében, velük a csoporttal együtt a reformáló fényt magára vonva, eljut egy olyan állapotba a tízes körön belül, ahol megérzi az egységet. És ez az első spirituális szint. És akkor az egoista vágyak újra megjelennek, és az embernek újra kell az egységnek az elemét, az érzését érni, de egy magasabb szinten, mint az előbb. És aztán majd megint az ego növekszik, és aztán majd megint legyőzi az ember az istenség felismerése által, de nem a nefes szintjén, hanem mondjuk a ruach szintjén, és akkor különböző formában fölemelkedett annak, ami őt összekapcsolja azzal az erővel, amit teremtőnek nevez. Ennyi. Itt ülök a lecke elejétől kezdve, mondja a srác, és elkezdtem leírni egy imát, mondja a srác, mert minden nap olvasunk egy cikket, és amit keresztül mondjuk minden nap az ilyen cikkeken keresztül, azt érzem, hogy ez valóban az értelmemet győzködi a cikk, hogy a rendszer hogyan működik. De én úgy érzem, hogy ez meg vagyok én már győzve, de mi az, ami megteremti majd azt a belső erőt, hogy én képes legyek a szív mélyéről kérni a teremtőt, hogy engem változtasson meg a szeretet erejével. Tehát hol van az a pont, ahol beszéltünk már erről a megváltoztató erőről, hogy csak a szenvedés mire. Az viszont eléged oda, hogy kérj. A szenvedés az, ami miatt a fizikai szintről kilépsz, és elkezdesz emelkedésben lenni a spirituális szint felé. Mert a munka mindig a vágyakon belül történik, mondja Rav, és az időben beágyazva. Amikor eljutunk a kabbala bölcsességének a tanulásához, a szívelévő pont felbukkanásához, az ember akkor bestia még, vagy állat? Nem, attól a pillanatok az, amikor ez elkezd benne dörömbölni, embernek vagy tekintető. De akkor nem értem pontosan az, amit Rabas mond itt. Minden egyes embernek van szívelő pontja, minden egyes embernek megvan a lehetősége a bolygón, hogy ez felé lesz-e. A kérdés csak az, hogy ez a pont mennyire lángol. Néha igen, tényleg. És akkor ennek a tisztaságnak megfelelően az embert elkezdi mozgatni, megváltoztatja az életének a menetét, hogy valóban egyensúlyba jusson a belső követeléssel, amit a szívben lévő pont vágya mond, tehát a teremtő keresése. Tehát van, akik eljönnek ide Izraelbe, és vannak, akik elkezdik érezni, hogy nem, ez már neki túl sok, kicsit vissza kell lépni, ez történt a svájci gyerekkel, ha emlékszünk. Aztán vannak, akik más helyekre mennek, ahol mégis közel maradnak a kabalához, van egyszer egy hónapban eljönnek és kapcsolódnak a kabalistákkal. És vannak emberek, akik eljutnak az a ponthoz, ahol a vágyuk túllép ezen a ponton, és eléri azt a... És kijelenthetjük, hogy mindenkinek van a szívelő pontja, az más és más helyen találja meg az egyensúlyt. Néha óriási elrejtésben van ez a pont, és az ember ellentétes érzésekkel van tele. Tehát a kabala bölcsességét el is kezd utasítani, mert a kontrasztot kezd el érezni önmagán belül. Szó szerint, ahogy Bála Szalám írt erről valahol, hogy a teremtő vagy tudják, hogy
is felleteltőt, oké, tehát olvasnak közben, minden egyes embernek van egy szívelevő pontja, olvasa Janiv, ami egy, a teremtő való egység felét taszítja, ezek van, amikor felébred, van, amikor pedig megjelenik a vágy, hogy, hogy a teremtő felé fordul, vagy teljes egészében elutasítsa a teremtőt, akiben azt tudja elérni valójában a teremtő való egységet, aki vágyik a teremtővel való egységre. Rav, tehát nyilvánvalóan akinek az van olyan, akinek a szívelő pontja átlökki a túloldalra, és meg tudná jönni az összes kabbalistát. Ez is a szívelő pontnak az eleje ám. Mert ez egy olyan fajta kapcsolatra sarkalja, mert eltaszítja a kabalától. Oké, tehát akkor ezt a helyzetet elemezve, amiknek van szívelő pontja. Tehát itt mindenkinek meg kell találni a helyet, ami a saját számára a legkényelmesebb, és akkor ott kell kilazulnia és dolgoznia. Így van, hogy tudja kitölteni a vágyát. Oké, na de ez a bestia az, aki eljut erre a helyre, vagy a bestia ott megszűnik működni. Én nem tudom, hogy megszűnik, vagy nem. Ha megáll, megáll, de nem ez a lényeg, mert ez nem érdekel. Ha a bestia folytatja a munkáját, akkor nem lehet ember. Tehát meg kell, hogy értsétek, magyarabb, hogy különbözhet meg az ember és a bestia közötti állapotot. Az ember ugyanis azt jelenti, hogy van egy hiány az emberben, hogy folytatni kell az utat egészen addig, amíg fel nem ismeri az istenséget. Ez Ádámnak a szintje, aki hasonlóvá tud válni a teremtőhöz. Hogyha valakiben megvan ez, akkor mindenkiben van szívben lévő pont, ezt beszéltük, amely vagy főráza, vagy nem, de van, aki mert ez lenyugszik, és újra bestiává válik. Aztán van olyan is, akiben még egyszer ezt vettek az előbb, fellángol, és gyűlölik ezek a kabalát. Oké, de az ember akkor a hiányok megfelelően ezt jelentetjük. Így van. Az ember vagy a bestia, az a hiánynak megfelelően beszélhetünk emberről vagy állatról, mert milyen módon határozza meg, és melyik vágya a cselekedetét. Tehát nyilván ezek változtathatóak, és átmenet is van köztük. Tehát a belső állat és a belső ember állandóan birkózik az emberen belül. Tehát nagyon sok emberben ez változásnak indult, ezt látni kell, és azt kell, hogy lássuk, hogy hirtelen nagyon sokan kezdtek el kérdéseket föltenni, egyszerűen egy csomó ember tudni akar a teremtésnek a végső célját. Így működik mindez. Ariel kérdezi, hogy ezt nem tudom honnan, hogyan nyerhetjük el azt, hogy minden alkalom az ember nyilvánuljon meg, és ne az állat. Rav. Ez azzal függ össze, amikor az embernek megvan a szívelő pontja, és elkezdik tanulni a kabala bölcsességét, és hirtelen kizuhan az aktív állapotból, tehát akkor már nem akar a csoportban tanulni, tehát a munkának egyik fázisában visszatér a bestiás állapotba. Nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy még nem tudta eldönteni, hogy bestiával akar válni, vagy ember akar maradni, hanem itt inkább az életében az több irányultság van, és ezért nem tudja eldönteni, hogy melyik utat akarja követni. De nyilván a csoport meg tudja változtatni az ilyen embert. Oké? Itt nincs semmi más, mint hogy most ti válaszoltok az én kérdésemre, mondja Rav. Bősopolni fognak. By what can we awaken the point of the human in us? Mi az a pont, ahol az ember bennünk minden egyes alkalommal megújul? If we have a desire, tehát van vágyunk, akkor nincs probléma. Nyilván ez a vágy nyom bennünket, vonszol bennünket előre. Hogyan növelhetjük ezt, a belső Ádámot? Amit a teremtőtől kapunk, azt kapjuk. De hogyan történik mindez?
Tehát hogyan határozzuk meg ezt a szikrát a szívben? Ravas írja a cikkében, hogy a szikrákat egyetlen helyen kell összegyűjteni, és akkor egy hatalmas láng lesz. Tehát mindenki elhozza a saját szikráját, és egy környezet hozunk ebből létre, ahol valóban a szikra lesz a legfontosabb, és ezáltal megerősítjük egymás belső lángolását. Tehát nyilvánvalóan a tízeskörben felépül, megjelenik az irigység, mert az ember ugyanúgy akar adni, mint a legfejlettebb. Két módon jelentett meg, mondja a kölykön srác, megtesz az ember bármit, amit tud. A cselekedetei által megváltoztatja a vágyát. És akkor elkezdődik minden egyes cselekedet mögött a változás, és ilyen módon történik meg a változás. A felerősítése a szívben levő pontnak, mondja a következő, hát ez volt a kérdés, a csoportban lehetséges, csak az egyetlen választás, amit az ember megtehet, hogy a magában lévő embernek az erejét növelni akar, hogy a csoportot választja. Tehát a végén nekünk mindig van egy vágyunk, mondja a közösát, amiben a barátokra irányulunk, a spirituális edény, az a szándékok, hogy keresztül építette föl, tehát mégpedig úgy, hogy a saját vágyunk helyett a barátnak a vágyát kell felemelni, és így a másikért kell imádkozni. Kérdés, látsz, az egész valóság az erre a pontra irányul, hogy hogyan lehet növekedni az emberen belül, tehát hogy miért lett az ember megteremtve. Lényegtelen, hogy mit és hogyan teszünk, de bennünket mindig erre irányul az ez. Haladjunk ezen tudatosan, vagy a szenvedés útján. Nyilván, ha tudatosan haladunk, az a környezettől kapjuk, és mindig össz tudjuk a környezettől gyűjteni a vágyakat, hogy képesek legyünk ezáltal edényeket teremteni, olyan vágyakat, amelyeket az irányítságát még nem is láttam. Sok válasz áll erre a kérdésre, azon van a végén. Tehát hogy elősítem meg a szívben lévő pont. Ki kell, hogy jelentsük, hogy ez egy közösségen belül a barátokért való imában működik, tehát valóban nekünk úgy kell dolgoznunk, hogy képes legyünk a többieket úgy látni, hogy meg akár irigyeljük is őket, és hogy erőt kapjunk tőlük, mert ez a munkánk, az egész életünknek a lényege, hogy a másik ember vágyát is el tudjuk kezdeni értékelni. Nekünk úgy kell dolgoznunk, hogy nyilván meg kell adnunk a vágyakat egymásnak az előadáshoz, és a barátokért kell imádkozni, hogy legyen elég vágyuk nekik is Ádámmá válni minden egyes alkalommal. Ugye, ahogy beszéltük, hogy nekünk egy közös imát kell felépítenünk minden egyes barátnak. Tehát a legfontosabb dolog az kell legyen a számunkra, hogy növelni a barátokkal való kapcsolatot, és egy különleges atmoszférát létrehozni, amelyen köszön láthatjuk, hogy ez a szikra minden egyes barátban mennyire különleges, mennyire fontos, hogy ez valóban a teremtő, és akkor meglátjuk a teremtő fontosságát, ha ezeket a szikrákat összekapcsoljuk. Tehát nekünk csak együtt lehet, bele kell fogadni egymásba a vágyainkat. Még akkor is egyik barátunk Hongkongban van, és a világcsoportnak egy csomó tagjához hasonlóan kapcsolódik hozzánk, mondta a srác. Nyilván az 5-10-es körülben van most ez a helyzet. Tehát itt van egy kölcsönös ima, és nekem állandóan erre kell figyelni, tehát néha, amikor olvassuk a szöveget, akkor nagyon nehéz más emberek gondolatában benne maradni. És egy irányba tartani a gondolatainkat, és nehéz túlépni ezen, átmegyünk a lecke következő részére.